Zord időben, havas esőben és szélben kezdődött az új sátorfedés felállítása a Sárospataki termálfürdőben. Az új, fehér színű sátorral már több mint 10 évet használt, előregedett fedést váltja fel. 50x30 méteres lesz végső állapotában, és modernebb technológiát képvisel majd elődjénél, mondja a végadó fürdő üzemeltetési vezetője. Építési munkálatok alatt egy kicsit lelassítja majd a csavarozást, ugyanis 3 részt kell összecsavarozzunk. Amikor ezekkel megvagyunk, rögzítjük a szélén lévő rögzítő csavarokkal, és annak alapján utána elkezdjük a sátor felfújását levegővel. Amikor megemelkedett a ponyva, akkor utána behelyezzük a világító testeket, ugyanis ebben lesznek új világító lámpák, amikkel a reményeink szerint nagyobb fényt tudunk biztosítani a sátor alatt. A munkásoknak nincs könnyű dolguk, hiszen hiába vannak tucatnyian, az eső szüntelen és a szél is fúj. Minden esetre úgy tűnik, hogy a hét közepére tető alá hozzák a medencét. Az ügyvezető elmondta, több mint 20 millió forintba került a sátor, amelyet a Zempléni Vízilabda Klubbal együttműködésben tudtak megvásárolni. Az új sátor a Zempléni Vízilabda Klub pályázata alapján társasági adós pályázatból valósul meg. Az önrészt a Patakva Kft. Támogatás címén adta a vízilabda klubnak, mivel nekik saját források nincs erre. A továbbiakban pedig közösen fogjuk üzemeltetni, igyekszünk jó kapcsolatot tartani a vízilabda klubban. Az új sátor szerkezete olyan, hogy véletlenül sem tud jegesedni, sem az oldala, sem a teteje, ami korábban a régi fedéssel nagy mínuszokban előfordult.